Érdemes lesz majd a következő percekben is ránk figyelni. Liszievicz Julianna immunológussal fogok beszélgetni. Természetesen a vakcinákról, hatékonyságról, és hogy mennyire kell vigyáznunk még a következő időszakban, attól függetlenül, hogy több mint 4 millió fölött jár ugye az oltottság száma Magyarországon, ettől függetlenül a maszkot nem szabad még letenni. Kérem szépen, de mutatok előtte néhány információtáblát. Amit most látnak, az nem más, mint a magyar oltási terv állása. Sötétkék a második beadott adatot, 2 millió ember kapta meg Magyarországon az első beadott adagot, tehát ebben benne vannak ugye azok is, akik mind a kettőt megkapták, ugye 4 millió fölött járunk. Aztán a regisztráltak száma ugye már 4,5 millió, ez egy nagyon fontos statisztikai adat. Itt az oltási terv, tehát ahogy kalkuláltak, ahogy számoltak, ott 7 millió 340, hát majdnem 4000 emberről van szó. Na menjünk tovább, ugye ezt már hónapokkal ezelőtt elmondták, mehetünk tovább, mutatjuk a következő grafikát, csak addig azt elmondom, hogy ugye teljes átoltottságról azt mondták, nem csak magyar szakemberek, nemzetközi szakemberek is, hogy körülbelül olyan 70%-ot azért jó lenne elérni, tehát nem csak Magyarországon, szerte a világon. De nézzük, hogy most a Covid védőoltások hatásossága Magyarországon, ez április 25-i adat, azt látják, ennek a dátumnak nagy jelentősége van, majd ezt is átbeszéljük Liszievicz Juliannával. Az AstraZeneca-nál, a Pfizer-nek, a Sinopharm-nak, Moderna-nak és a Sputnik-nak az adatait láthatják. Ide jövök egy kicsit közelebb, ugye a kék mezők azt jelenti, hogy tulajdonképpen akik már kaptak védőoltást, bizonyos esetekben ugye elkaphatják ettől függetlenül a fertőzést, ott a legmagasabb, 0,7%-os arányban az AstraZeneca, és kvázi a leghatékonyabbnak ez alapján ugye a Sputnik tűnik. De ami rendkívül fontos, hogy a zöld sáv, ugye ez a haláleseteknek a száma, na kérem szépen ezért kell, és ezért kötelező szinte mindenkinek az egészségét szem előtt tartani, hogy haláleset ne következzen be, mert ugye ez nagyon minimális abban az esetben, hogyha az ember a védőoltást megkapta, hogy jól értelmeztem-e ezeket a statisztikákat, akkor majd mindjárt Liszievicz Juliannak kezét csalkam, jó reggelt kívánok, jó reggelt. El fogja nekünk mondani. Vissza is adhatjuk most akkor ezt a táblát, és megnézhetjük, de jól összefoglaltam? Tökéletesen. Köszönöm szépen. Következő ábrát kérek szépen. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a statisztikai adatok azt jelentik, hogy mindegyik védőoltás, ami itt van Magyarországon, hatásos. Tehát nézzük meg a halálozási rátát. Az átlagos halálozási ráta a világon 2-4%, és itt meg hát 0,00 valahány százalék, tehát 100%-kal is lecsökkentheti a halálozási rátát. Tehát nagyon fontos. A másik fontos, amit kiolvashatunk, hogy miért kell maszkot viselnünk még mindig. Először is azért, hogy megvédjük a többieket, akik nincsenek bevakcinálva. De a másik nagyon fontos, hogy azért látjuk, hogy itt csak a valószínűségeket csökkentjük, tehát nem azt jelenti, hogy 100%-ig védettek leszünk. Harmadik, amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, mindegyikünk tudja a variánsokra. Mindegyikünk hallott a variánsokra, és a variáns, félünk, hogy a variánsok ugye kibújhatnak a vakcina hatásossága alól. Na most azokban az emberekben, akiknek vakcinált emberekben, akikben replikálódik ez a vírus, ugye a vírus ott tudja megtanulni, hogy tud kibújni a vakcinálás elől. Tehát ők lehet, hogy megússzák, de lehet, hogy olyan vírust termelnek, amik a következő embert már nem védik meg a vakcinától. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a külföldi mutánsok ellen féljünk, vagy tőle féljünk, hanem itt Magyarországon se tenyészünk ki mutáns vírusokat. Ha már ezt említi, akkor azt hadd kérdezze meg öntől, hogy nyilván ezt a szakemberek nagyon alaposan figyelik, de hogy most itt van ez az indiai mutáns vírus, ez megjelenhet Magyarországon nagyobb számban ön szerint, nagyobb arányban, mint ahogy a brit mutáció is azért betört Magyarországra? Hát nagyon aggasztó az indiai helyzet, és nem fog megállni a határon. Tehát ott
annyira gyorsan, annyira sok emberbe replikálódik ez a vírus, hogy meg igenis, hogy meg fogja tanulni, hogy hogy lehet még jobban fertőzést okozni. Magyarán szóval, hogy akik rendelkeznek oltottsággal, ez az indiai mutáció kvázi megtanulja azt azokban a szervezetekben is, hogy hogyan fejtik jobban ki a hatását. Talán az nem biztos, mert ugye ott csak 2% az átöltöttség, vagy kevesebb, mint 2%, tehát ott azért ott megtanulja, azt nem tudom, de azt tudni kell, hogy ezek az oltások gyengébbek nyilván a mutáns vírusokkal, kevésbé hatásosak. És nyilván, hogy a 25-i dátum, amit az előbb mutattam, az nagyon fontos volt, mert addig mindenki hordott maszkot. Most már, ugye, hogy kevesebben hordanak maszkot, mert azt hiszük, hogy meg vagyunk védve. Azt javaslom, hogy hordjunk maszkot, mert jönnek a mutáns vírusok, ami ellen kevésbé vagyunk védettek, és magunkba is kifejleszthetünk olyan mutánsokat, amit viszont kibújnak a vakcina alól. Mi magunk is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy akik átestek, nem estek át, de hogy az antitest számát az ember, egyre több ilyen emberrel ugye beszélgetünk, akik azt mondják, hogy ez fontos, hogy az ember ezt vizsgálja, valóban fontos, érdemes erre odafigyelni? Hát én tulajdonképpen nem tudok olyan emberről, akiben ne alakult volna ki az antitest a vakcinálás után. És lehet vizsgálni, mert ártani biztos nem árt, de gyakorlatilag felesleges, mert nem tudja senki, mi az az antitest szint, ami védettséget biztosít, vagy nem védettséget biztosít. Megint hangsúlyozom, hogy itt a valószínűségeket csökkentjük, nem elimináljuk 100%-osan. Tehát én, vannak olyan cikkek, hogy nagyon magas antitest ellenére megfertőződött az ember, átesett a fertőzésem. Tehát én feleslegesnek tartom, hogy vizsgálgassuk az antitesteket, lehet vizsgálni. Kutatóként hogy látja, hogy ez a nyitás időben jött-e Magyarországon? Ugye ezt egy számhoz kötötték, tulajdonképpen tudtuk azt, hogyha 4 millió beoltott számát elérjük Magyarországon, akkor egy nagyobb nyitás, majdnem egy teljesen végleges nyitás fog megtörténni. Kutatóként úgy gondolom, hogy itt nem lehet jó döntést hozni. Tehát ha nem nyitunk, az is baj, ha nyitunk, az is baj. Tehát én itt, ez nem, nyilván mint virológus látom a problémákat, de hát ugye a gazdaságot is oda kell figyelni, hát lehet, hogy majd megint be kell zárni. És hogyha be kell zárni ennek az idejét, lehet prognosztizálni? Hát én azt gondolom, hogy abban reménykedek, hogy ha jön is egy másik hullám, például az indiai mutáns, vagy például valami más mutáns kialakulása kisebb lesz, mert már nagyobbak többen be vagyunk oltva. Igen, nagyobb az átoltottság. Hát ebbe kell reménykedni, senki nem tudja, hogy mi egy jó döntés. Még egy utolsó kérdésem lenne, ugye ön több évtizeden keresztül az Egyesült Államokban dolgozott, és ugye beszéltünk arról, hogy tavaly vártuk ugye nagyon azt, hogy ezek a vakcinák elkészüljenek, leginkább azért, hogy ne kaphassuk el a vírus. Most már tudjuk azt, hogy bárha vakcinával beoltanak minket, attól még elkaphatjuk a vírust, de ami nagyon jó, hogy ugye a belejáró szövődmények azok sokkal enyhébbek lesznek. Mennyire dolgoznak mondjuk a kutatók, laboratóriumok, gyógyszergyárak azon, hogy most már elkészüljön viszont az a vírus, vagy az a vakcina, bocsánat, elkészüljön az a vakcina, ami már úgy fog megvédeni minket, hogy a vírus sem kapjuk el. Azt nem tudom, hogy lesz-e egyelőre ilyen vakcina, de az új mutánsok ellen már van vakcina, klinikai vizsgálatok alatt van, és az amerikai hatóság hozott is egy javaslatot, hogy gyakorlatilag hasonlóan, mint az új influenza vírushoz, nagyon gyorsan ezeket jóvá tudják hagyni. Én úgy gondolom, hogy ezek itt lesznek velünk néhány hónapon belül. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Viszontlátásra. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit tessék maradni a stúdióban.